Partnerünk a főzés tudománya. Ebből főz a bűvös szakács. Jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy a világ legzsírosabb sertéséről van szó, amikor a mangalicát említjük. Az első aranykora a mangalicának éppen emiatt következik be, hiszen az ország iparosításával, itt a 19. század második feléről beszélünk, ugye jelenik meg az energiaigény a munkásságban, a városi lakosságban, és ugye akkoriban még étolaj nem volt a magyar gasztronómiában, tehát mindennek a zsírzó anyaga az a zsír volt. A jól tárolható semleges zsír volt az, ami miatt a mangalica előbb Magyarországon, hogy világszerte elterjedt. És Magyarországon is millió számra tenyésztették a mangalicát. Akkoriban egyébként 4 színváltozatban, hiszen a fekete szín is elterjedt volt. A mangalica zsírjára jellemző, hogy már feldolgozás közben a kezünk melegétől elkezd olvadni a zsír. Tehát alacsony hőfokon is kinyerhető a zsír belőle. Megtépázt az állományt a 19. század végén egy nagy európai sertéspestis járvány, de azonban a 20. század elején igazából az elektromos áram elterjedése és a fogyasztói szokások változása jelentette azt, hogy az emberek már otthon tudtak tárolni húst. Nagy az emberek is voltak hűtőszekrények, tudták hűteni a húst, így nyáron is tudtak sertést vágni, és gyakorlatilag a hús ára nőtt, a zsír ára pedig egyre csökkent, és ugye az 1920-as években már azért egyre inkább népszerűvé váltak a akkor Nyugat-Európából behozott fehér színű, nagyfehér meg lapály sertésfajták. Ez talán a egyik legfontosabb üzenete egyébként az Egyesületnek, hogy ugye a mangalica megmentésének az elve az, hogy ugye együk meg, hogy mentsük. Azzal, hogy valaki egy mangalica ételt vesz egy étterembe, vagy egy kiló húst otthonra tulajdonképpen hozzájárul a mangalica fajta génmegőrzéséhez és fenntartásához is. És hát azért ez egy nagyon jó ízű megoldás mindenkinek. Mangalica terén egy olyan pástétom, aminek nincs tésztaburka. Tehát ezt a kerámia formáról kapta a nevét, ez a neve terén, és ugye abban van a pástétom. Mogyorósi Gábor főszakács készítette, ez azért érdekes, mert neki ez egy különleges szenvedélye a vagdaltak, pástétomok, terrinek készítése, és ezeket egy évtizede perfekcionálja, tökéletesíti. Nem gondoltam volna 25 évvel ezelőtt, hogy mangalica tarjából ilyeneket fognak csinálni. Igen. Tehát ez egy tarjából is szalona hozzáadásával készült. Kétharmad, egyharmad, színhús szalona arányú. Egy ilyen, hogy mondjam, egy stilizált lecsóval, egyfajta lecsó fantázia, ami egyébként egy hagyományos lecsóra emlékeztet. Marinált mazsola van még benne, ami ad neki egy ilyen csavart, egy kis csavart. Hát kíváncsi vagyok rá. Megkérjük Gábort, hogy mutassa be a művét. Egy pár szóban, hogy készült ez a termék. Először is szét kell szednem a tarját. Van egy rajta egy ilyen vastag húsos rész, azt felkockázom külön, azt félreteszem, körülbelül egyszer is kockára. A többi részét szalonnával, 30% szalonnával, meg fűszerekkel ledarálom. Előtte nagyon erősen lehűtöm, tehát olyan mínusz 1 fokra, hogy kiszabaduljon belőle a víz, amiben viszi a kollagént, plusz könnyebb darálni, jobban elviszi a... Felülete mozaikosabb lesz. Igen. Addig a hús az le van sózva körülbelül 2 órán keresztül, össze van keverve, nagyon erősen egy kis fokhagymával meg tejszínnel, majd egy napra le van vákumozva. Utána a formában van téve, ki van sütve, és akkor utána még egyszer vákuumozva egy napig, és onnantól lehet adni. Kóstoljátok meg! Megkóstoljuk! Ez egy mazsolás csillagáncsos lecsó.
ami gyakorlatilag úgy van készítve, hogy deep fry-ban megsütve a paprika, le van szedve róla a bőr, utána kockára van vágva. Tehát bőzsírban. Bőzsírban, igen. Van megsütve. Igen. Paradicsom az félig meg van a szalva. Az a 90-100 fokos sütőbe. Én általában 70-80 fokos melegen tartó alatt szállítom. Aha. Mennyi ideig? 3-4 óra. Intenzívebb lesz az íze. Így van, koncentrálódik. Jó. Tájsalott. Tájsalotta hagyma. Igen. Olívaolajba bele van fonyasztva csillagánizsal. Ez össze van keverve a paprika kockával, a paradicsommal, le van vákumozva, és 4 órára 70 fokon van tartva. És onnantól lehet tárolni. Ja, elnézést, és forrázott mazsola van, mire kerül a vákumba. Én már alig várom, hogy megkóstolhassam. Jó, akkor kóstoljuk. Nagyon finom. Ó, ez nem kell sok kenyér. Ez egy házi sütési rost kenyér, amit én csinálok. Egy burgonyás, 50% rost tartalommal. Hát ez együtt még finomabb. Azt meg tudod mondani ennek alapján, hogy ez vörös fecskehasú vagy szőke mangalica? Hát azért mindenre én sem vagyok képes, főleg terrin formájában már nem mondanám meg. Egyébként szerencsére, a húsipar szerencsére igazából csak a szőrszínükben különböznek. Talán egész karaj esetében azért azt lehet látni, hogy a vörös mangalicában kicsit nagyobbak a karajok. A fekete mangalicának meg kisebbek. Igazából ugye az létezik még a fekete? Bocsánat. Most már igen, ugye a fecskehasú mangalicát akartam mondani, de azért mondom a feketét is, mert éppen ugye az idén zajlik a fekete mangalica fajta rekonstrukciós programja, tehát remélhetőleg jövő tavasszal már egy negyedik fajtával bővül a fajta kollekció. Vörös mangalicából vissza lehetne tenyészteni a szalontait? Hát ez jó kérdés. Nagyon komoly szakmai vita van a genetikusok között. Én például azon az állásponton vagyok, hogy nem kell visszatenyészteni, mert hogy az, pontosabban maga a vörös mangalica úgy jött létre, hogy az 1900-as évek elején a szalontai már annyira majdnem kihalt a szőke mangalica elsőprő fölénye miatt, hogy a szalontai tenyésztők egy úgynevezett javított szalontait dobtak piacra az 1905-ös omékra, és igazából ez adta a jelenlegi vörös mangalicának az alapját, így az, amikor majdnem kihalt a fajta, és a 70-es években csak néhány darab vörös maradt, akkor tulajdonképpen már, hogy mindenki elfogadta, hogy ez egy új mangalica szint, tehát senki nem azt mondta, hogy szalontai vagy szőke mangalica, hanem hát akkor ez egy vörös mangalica, de genetikailag az egy igazából valahol a szőke mangalica és szalontai egy ilyen keveréke. Yeah. Uh-huh. Ezért van az, hogy a vörös mangalica egyébként... A szőke egyébként... áll a legközelebb a... Igen, igazából az eredeti ősi mangalica, amit 1833-ban láttak, az a szőke kisenői mangalica. Komoly szakértő lettél a mangalica gémmegőrzésbe is. És te meg tudod mondani, hogy ez vajon milyen színű volt? Nem. Vajon melyik a következő kihalás szélén lévő őshonos állatunk, amelyet Tóth Péter megmenthet a magyar gasztronómia ínyencei számára? Magyarország egyébként őshonos haszonállat gémmegőrzésben amúgy is világnagyhatalom. Tehát jelen pillanatban egy olyan 47 darab őshonosunk van. Na most, hogy melyiket lehet még a mangalica módjára talán felfuttatni? Tehát kézenfekvő és általában ismert ugye a szürke marhának az esete. Most a szürke marha hagyományosan igavonó állat volt. Jellemzően nem hús előállításra tenyésztették, ezért egyébként ugyanazon a területen, ahol a professzionális nyugat-európai húsmarhák játszanak, tehát az ilyen félig nyers bélszínvonalon nem fog soha nyerni. De hát alapvetően csodálatos magyar ételek készülhetnek a szürke marhából, és én azt gondolom, hogy akkor sikeres egy projekt, hogyha azt a terméket készítjük az adott állatfajtából, amire eredetileg is ki lett tenyésztve, vagy amit eredetileg készítettek belőle. Tehát az az igazság, hogy azért egy gulyáslevest, vagy egy jó marha pörköltet, hát nyilvánvalóan a szürke marhából a legjobb enni, én magam is így szeretem. Tehát az életemet gyakorlatilag fine dining éttermekbe töltöm, de hát azért van, amikor én is azt mondom, hogy na akkor együnk egy jó magyar pörköltet nokedlival, vagy akár egy gulyáslevest, tehát ott nem kérdés, hogy szürke marhát kell alkalmazni. A pörkölt és a gulyásleves közös őse
a gulyásos hús. Itt minden egyszerre kerül a bográcsba. Zsír, paprika, hagyma, hús. Viszonylag sok lével öntötték fel, ami besűrűsödött a tűz fölött. A pörköltnél hígabb, a gulyáslevesnél viszont sűrűbb levű ragút kapunk. Akkor nem vágjuk kockába, hanem csíkba, úgy megfüstöljük, és utána vágjuk kockába. Ez majd a ravioliba lesz. Ez ilyen nagyon jó zsíros húsrész. Összevonjuk a dolgokat, tehát csinálunk egy népi változatot, a hagyományos kockára vágott marhahússal, amelyik előtte egy kis füstöt fog kapni. Igen. És a másik részét pedig a Bocuse d'Or változat, ami egy vagdalt. Azt gondoltuk, hogy a húst egy kicsit grillezni fogjuk, hogy a bográcsos füstösséget is ezzel adjuk meg. Most kapja meg ezt a füstösséget és a pirult felületet. Ugye most mi szeggyel csináljuk, de senki ne zavartassa magát, hogy csinálja lábszárral egész nyugodtan. Ebben most a faszén mellett, ami egy bükk éger faszén, faszénet használunk, és van benne egy kis körte. Ez édeskés. Jó, szeretem. Füstölés és körbegrillezés után a kockára szeletelt marhahúst apróra vágott hagymával, paprikával, paradicsommal, saját, természetes pecsenyelevében zsírjára pirítjuk, majd egy kis alaplével felöntjük. Már csak a gulyáskrém hiányzik belőle. Mindenki ismeri nyilván a tubusos gulyáskrémet. Mi azt gondoltuk, hogy mi saját magunk, mint Piszkos Fred a gyilkolással, saját kezüleg szerette végezni, hogy saját magunk csinálunk egy gulyáskrémet, ami azzal kezdődik. Kicsit rokon a marokkói és tunéziai harisszával. Tehát a paprikát szenes feketére sütjük, aminek aztán, amit meghámozunk. Egy kis csilit is, kömény magot és konfitált fokhagymát mozsárban nagyon hosszasan krémesre kell pürüteni. Ezt egyébként mindenkinek csak ajánlani tudom, mert egy rendkívül nagyon jó ízű és nagyon felkapja az ember a fejét, hogy mitől ilyen jó ez. Ugye az olasz háztartásokban ez egy alap, hogy mindig főznek egy tyúkhúslevest vagy csirkehúslevest, és azzal öntögetik föl az ételeiket. Tehát ott ez teljesen természetes része a mindennapi családi konyha kultúrának. Ebben az alaplében van csirkeszárny, sertésláb, sertésfarok és pirított farhát. Azok sültek, ugye? Igen, meg a szárnyak a felé. Tehát a szárnyak az egyik felét lepirítottuk, a másik felét forráztuk. Sertéskörmöt, meg a sertésfarkat nem pirítjuk, mert kellemetlen ízt tud adni neki az éget kollagén. Ez 6-9 óráig is lehet, kell főzni kislángon. A 2013-as Bocuse d'Or világverseny húsfeladata az írmarha volt. A bélszín mellett a magyar dísztálon a gulyásleves is helyet kapott. Az étel kidolgozását Molnár B. Tamás kapta feladatul. Csapatának tagjai Nánási Lajos, Mogyorósi Gábor, Takács Lajos és Huszár Krisztián mesterszakácsok voltak. Nánási Lajos gulyáslevese és François Rodolphe gulyásravioli nevű étele adta a kiinduló pontot. Aki, amikor elutazott Magyarországról, akkor egy gulyást csinált a bélszínből, derejét, raviolit töltött meg, és tulajdonképpen egy dél-francia ételt csinált, a dobot, pörköltesen, de megőrizte azt a szokását, hogy abban egy narancsot is beleraknak. És ez annyira jó volt. Fontos forrás volt még Niki Szegnit Aroma Kalausz című könyve, amely az aromák összefüggéseit térképezi fel. A könyvből kiderül, hogy a paprikának sok a közös aroma gyöke a kávéval és a narancssal, és hogy a kávé jól illik a marhahúshoz.
Inspirációt adott még az étel elkészítéséhez a francia Raymond Blanc magas, henger alakú spenótos derejéje is. Mi is a dereje mellett döntöttünk, tehát hogy ezt egy marhahússal, vagdalt marhával fogjuk tölteni a derejét, de nem a laposat akartunk csinálni, mert ugye az elsüllyed a gulyásban, nem mutat. A derejének a töltelékét csináljuk, ehhez először is a száraz húsrészt vagdaljuk. Most nincs annyi időnk, hogy a fehérjéket úgymond összetapasztjuk, mert ő egy napig áltatja a húst, pihenteti, hogy a fehérjék összetapadjanak. És most, mivel nincsen, ezért japán módszerrel csináljuk, összevágott húst lesozzuk, majd utána apróbra daraboljuk. A kés az biztosítja azt, hogy legyenek apróbb, mert nagyobb részek a vagdalékba. Még jön hozzá a zsíros rész, tehát az most hűl, hogy az egészen hideg legyen, olyan fagypont körüli hőmérsékleten. Az a fontos, hogy többször hűtjük, ameddig nem tesszük bele tisztába, addig többször visszahűtjük, hogy ne engedje ki magából a húsa levet. Tehát a sokkolt, lehűtött húst, ez is olyan 2-3 fok, ugye plusz 2-3 fokra lehűtött húst, formázzuk jelen esetben egy ilyen kerek gyűszűszerű cilinder, kis cilinderszerű formába gyúrjuk be, vagy nyomjuk be a húst, kitoljuk belőle, és aztán ismét sokkoljuk, hűtjük. Készen kapható kínai wonton tészta, ebbe csomagoljuk be a húst, egy kicsit nyújtani kell rajta, be kell nedvesíteni először is. Nagyon fontos, nedves konyharuhába takarjuk le mindig vissza, mert kiszárad, és utána már szakadni fog a tészta. És akkor egy kicsi keményítőt a vízbe, igen, amivel megkenjük. Most nem volt nálam... Most éppen ebbe krumpli. Van, hogy az legyen a keményítő. Igen, és akkor egy kicsit nagyobb ilyen pogácsa kiszúró, ezt jól mondtam? Igen. Pogácsaszaggatóval. Pogácsaszaggatóval. Körbevágjuk. Hopp, és hogyha megfordítjuk, és ha valahol lukas, akkor kicsit rá tudunk nyomkodni. Szerencsére a hús az elég hideg, ezért nem lesz semmi baj, nyugodtan játszhatunk vele. Forró lébe, most belerakjuk a kávészemeket egészben. Ugye a kávéról ugye azt már tudjuk, hogy mind a marhahúshoz, vöröshúsokhoz nagyon, nagyon jó, és a paprikához is. Tehát akkor most jön egy ilyen, kb. 10 percig áztatjuk a forró lében. Tehát megérkeztünk az utolsó fél órához, most rakjuk bele a fűszerpaprikát, ami a aranyszallag tanúsító védjegyet kapta a Magyar Gasztronómiai Egyesülettől. Ez a rendkívüli minőségnek a tanúsítványa. Kézzel válogatott és csumázott, ilyen nagyon régi vágású módon készült fűszerpaprika. Egy literre körülbelül egy kanál. Egy evőkanál, mint a halászléhez. Így, és ezt utána lobogva forraljuk, tehát hogy egy emulzió jöjjön létre és sűrűsödjön, mint a bajai halászlét. Ez a kömény, a pirított köményt finomra vágjuk, ez a legutolsó frissítés. Tulajdonképpen ez a bécsi gulásgebér. Tehát a citrom, kömény, finomra vágott hagyma. És a hagyma adja azt a halászleves frissességet. Úgymond marokkói citromnak csak a héját használjuk,
egy nagyon, nagyon intenzív, tiszta citrom íz, ízt ad. Tehát mindenféle ragúba, vinegretbe, öntetbe. Konfitált színes répa. Kacsazsírban. Szintén kacsazsírban konfitált burgonya. Szigorúan egy helyre, lehetőleg a sarokba. Igen. Kicsit sok. Ne, jó az. Majd úgy eszik meg, ahogy elkeverik. Tehát ezt lehetőleg nem felkeverve jó enni. Felszolgálnak jó, hogyha elmondja, hanem ahogy az ember akar, és egy kanálhoz eszik egyet. Igen. Tehát az ember maga dönt arról, hogy mennyit akar ebből a fűszeres paprikakrémből. Egyet teszünk bele, Tamás? Egyet. Biszti? Hát, mindjárt meglátjuk. Kettőt. Nem, egy elég, igaza volt. Egy elég. Egy elég, így. A gombócra ne, ugye? Igen, ne. A hagyományos gulyásnak, vagy gulyásos húsnak egy változata. Tehát ugye lényegesen sűrűbb, mint amit gulyáslevesként szoktak adni. Csak krumpli van benne. A frissítést ehhez is lehet. Na nézzük. Az azért rendben van. Kicsit el van frissítve. Már nagyon friss. Rendkívül friss a lé. Rendkívül friss. Abba belefőtt a hús és fárasztotta. Még ebben csak olyan anyagok voltak, ami frissítette, és utána még tovább frissítettünk rajta. Ugye benne főtt a narancs, a kávé, és ez a sok friss, az a marokkói citrom, az ellerzöld, a finomra vágott hagyma. Tehát ez egy rendkívül ízes, de üde friss gulyáslé. Partnerünk a Főzés Tudománya. Ebből főz a bűvös szakács.